Jó estét kívánok, Vámos Miklós vagyok. Mai estéhez egy kicsit a nevekről beszélnék bevezetésképpen. Talán sokan tudják, hogy engem eredetileg nem Vámos Miklósnak hívnak, hanem Vámos Tibornak. A Miklós az írói álnevem. Amikor elkezdtem írni, folyóirat főszerkesztő azt mondta, nem, ne legyek én Vámos Tibor, mert egy ilyen nevű akadémikusot gyakran ír. Ez az új írás volt. Legyek mondjuk Vámos X Tibor. És akkor mondtam, nem, az nem olyan jó szerintem. Akkor javasolta a Vámos Y és a Vámos N. És mondta, az se. Hát akkor változtass keresztnevet, mondta ő. Őt úgy hívták, hogy Jovánovics Miklós, erre mondtam Miklós. De én vicceltem, tehát gondoltam ő nevet, és akkor beszélgetünk tovább, de nem. Áthúzta, és így lettem Vámos Miklós. Keresztnevekkel nagy baj lett aztán, mert ha valaki most azt mondja, hogy Tibor, nem fordulok oda, mert ez 18 éves koromban történt, ha valaki azt mondja, hogy Miklós, úgy szintén nem fordulok oda, mert az se jó, tehát zavar van a nevekkel. Ha valaki azt mondja, hogy Vámos Miklós, az jó. E-maileket VM-ként írom alá emiatt, ez kicsit udvariatlan, de nem tudom. Szóval keresztnevekkel sok baj van. Erről ma szó fog esni. De még előtte azt mondanám, hogy olyas valaki a vendégem ma a Magyar Irodalom Barátai sorozatban, akinek a zenéit, hiszen ő egy zeneszerző, úgy főleg, mellesleg fejszámoló művész is, azért hoztam kis számológépeket. Na mindegy, tehát az ő zenéit mindannyian ismerjük, színházban, moziban halljuk, de általában nem tudjuk, hogy ő szerzette. Ez egy nagyon fura pozíció egy szerzőnek, de majd megbeszéljük. Mai vendégem tehát Darvas Ferenc. Szervusz! Foglalj el! Te elégedett vagy a keresztneveddel? Igen. És tudod-e, hogy miért ezt kaptad? Tudom, véletlenül tudom. Anyukám, amikor születtem, illetve mielőtt születtem, olvasta Móri Zsigmondnak a Kerek Ferkó című könyvét, és annyira megtetszett neki ez, hogy ilyen Kerek Ferkó, az olyan jó, rusztikus, piros posgás, azt gondolta, hogy én is olyan leszek, és azt találta ki, hogy legyek Ferkó. Mindezt az Újlipótvárosban találta ki, ha jól értem. Igen, valahol arra. Igen. Ahol úgy érezte, hogy egy ilyen Móricz hős teljesen. Hát, hogy legyen neki egy olyan fia, aki ilyen jó belevaló, jó rusztikusan. Ez lettem én. És olyan lettél, mint amit anyukád gondolt? Nem tudom, mert azt nem ismerem. Ja, hogy anyukám mit gondolt róla? Hát, nem igazán. Nem. Anyukád, aki a lexikonok szerint Fajerman Gabriella, mit szeretett volna, ha te mi leszel? Azt szerette volna, hogy zongorázzak, és legyek zongorista. Tényleg? Igen. Hát ezt elég jól eltalálta. Igen. És mit akart édesapád? Azt nem tudom, mert azt nem közölte. Különösebben nem mondta meg, hogy mit szeretne belőlem. Azt ugye néhányan tudják, de most, ha itt elmondjuk, többen lesznek, hogy édesapádat Darvas Szilárdnak hívták. Nagyon közismert humorista volt, talán írónak is lehetne nevezni. És Darvas Iván miatta lett Iván. Mert ő ugye eredetileg Szilárd. Igen. Igen, és a osztálytársaim hoztak nekem egyszer egy orosz szótárat, ami oda volt írva, hogy Darvas Szilárd orosz szótára, és mondták, hogy a papát csinált egy szótárat, és akkor tisztáztuk ezt a papámmal, hogy ezt nem ő csinálta. De talán nem is az Iván. De, az Iván. Az Iván csinált egy orosz szótárat. Igen. Így a ostrom idejében, vagy nem tudom mikor. De kinyomtatottad? Vagy? Igen, egy rendben, Darvas Szilárd orosz-magyar szótára. Apám ezt úgy kommentálta rá jellemző módon, hogy a legfontosabb kifejezések voltak benne. Fel a kezekkel, hol a kenyér, és ehhez hasonló. Hogy ez tényleg így van, azt nem tudom. Én édesapádat láttam egy filmen, híradó részleten. Azt mondhatnám, hogy körülbelül abban az időpontban, amikor téged nemzett. Ugye te 46-06-06 ez a születési Igen. dátumod, ez mutatja. Tehát hogy a számokkal neked lesz valami agylövésed. Hát, 2006, 6-án voltam 60 éves. Ennek valami jelentősége kell, hogy legyen, hogy hát a számokkal.
valamilyen kapcsolatom. Igen. Na mindegy, de egyel előtte egy filmhíradó részletben a következő látszik. Szeretett édesapád, vagy hát nem tudom mennyire szeretettel, majd kitérünk. Szeretett. Szeretett édesapád. Egy Liba? Sorsolás eredményét, de. Mondjuk mondja el, a Ludas Matyi című viclap, ludakat mondjuk így, igen. Sorsolt ki az olvasói között, és épp egy nőnek adja ezt át, igen. És azt mondja neki, hogy tudja, hogy ez az összes állat beteg? Igen. A nő döbbenten néz, mert a háború most fejeződött be, akár lehetnének is betegek. Nem, mindnek lúdtalpa van. Igen. Ezt te láttad? Láttam a részletet. Lehet, hogy akkor én már éltem is. Nagyon jellemző apámra ez a jellegzetes, az ő stílusa. És otthon is ez ment? Tehát mondjuk időnként oda ment anyádhoz, és azt mondta... Otthon is mondott időnként jókat. Olyan nagyon sokat nem találkoztunk, mert ő éjszakai ember volt, én meg iskolába járó iskolás, és úgy igazából úgy nem azt a hagyományos családi. Tehát ez nem volt az a hagyományos apa-fiú modell, ami mondjuk egy másfajta családban szokott lenni. Ő meddig élt? Ő 61. március 9-én halt meg. Betegségben? Szívrohamot kapott, szívrohama volt, 51 éves múlt. Nagyon fiatal volt. Igen. Nagyon, hát ez az, amire azt mondják, hogy két végétről égette a gyertyát, borzasztóan intenzíven élt. Sokat dohányzott, elég sokat ivott is, de mértékkel. Úgy mértékkel, hogy rajta nem látszott, de más halandónak mondjuk az sok lett volna. Lehet, hogy a máján azért látszott talán. És akkor sokat dolgozott, és egyszer csak ez történt. És az, hogy ő éjszakai ember volt, az konkrétan mit jelent? Hát ő jól érezte magát. Általában a fészekklub volt az ő helye, ott üldögélt, és hát azt mondták ismerősök, hogy egy élmény volt az ő társaságában lenni. Tehát ugye vele éjszakákat eltölteni, az valami csodálatos volt, hogy mindenki a asztal alá gurult a röhögéstől. És de jól értem, hogy tehát ingyen szórta a humor a gyümölcseit. Hát ilyenkor ingyen. És a kedves édesanyád mit szólt ehhez? Hát, ez egy bonyolult történet. Mint minden jó történet. Igen. Ez a válaszod. Igen, bonyolult. Jó, akkor tovább haladok bátran, és azt kérdezem, hogy az életrajzodban azt olvasom, hogy tanulmányaidat a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolában, majd a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán végezted. Rögtön utána korrepetitor lettél, de a Fővárosi Operett Színházban. Igen, igen. Az nem volt egy kicsit olyan lenézett hely? Nekem ez nagyon tetszett ez a dolog, mert én bennem volt egy nagyon erős hajlama könnyű zenélésre már gyerekkoromtól kezdve. Engem mindig borzasztóan szórakoztattak a slágerek, meg kuplék, meg sanzonok. Tehát úgy apám révén is, meg úgy egyáltalán alkatomnál fogva én nagyon benne voltam. Ő mint kuplé szövegíró játszik itt szerepet? Igen, slágereket is írt, kuplékat írt, fellépett a varietében, Vidám színpadon itt-ott, akkor én őt láttam konferálni, és lehet, hogy ez is meghatározó, lehet, hogy egy alkati sajátosság, de minden esetre tőlem ez nem volt idegen. És amikor volt ez a lehetőség, hogy az Operett Színházba kellett egy ifjú korrepetítor, és akkor valahogy engem ajánlottak, vagy belekerültem, és aztán ott eltöltöttem 4 évet, ami nagyon hasznos volt, mert a szakmának egy csomó mindenfélét megismertem ott. De mindjárt rátérünk, de van olyan szövege vagy kupléja édesapádnak, amit mondjuk mi ismerünk? Hát én szerintem, hogyha most azt kéne mondani, hogy a legnépszerűbb sláger, amit a legtöbbet idézgetnek, ami sláger paródiának indult egyébként, ez az Én mellettem elaludni nem lehet. Ez című. Paródia volt? Igen, ezt úgy tervezték, a Felfelé a lejtőn című filmben volt 2 sláger, az egyiket szerették volna, hogy az legyen a szép sláger, az lesz majd a szép szeriőz, a másik az pedig egy ilyen paródia, és a szép szeriőz nem kellett a kutyának se, a paródia pedig még a mai napig is benne van a köztudatban, még ma is énekelgetik. Eredetileg ki adta elő? A Psota. Psota? Igen.
ez volt a szituáció, hogy azt énekli, hogy én mertem el, hogy nem lehet, is közben a papája, a Keleti László, meg elalszik, mert a kávéjába altatót tettek, amivel el akarták altatni a, tulajdonképpen a konkurens Házi Erzsébetet, de... Éjjel-nappal szeretni kell engemet? Éjjel-nappal szeretni kell engemet. És az zenét? Kell, aki nem sokat be... Polgár Tibor. Polgár Tibor. Azt sajnos nem ismerem ezt a nevet. Hát ő egy ilyen nagy-nagy könnyű zeneszerző volt, aki rádiónak volt igazgatója, operát is írt. Tehát ő egy nagyon... Nagyon komoly és könnyű ember volt egyszerre, nagyszerű muzsikus, és rengeteg sláger. Az, hogy ő írta például azt, hogy ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte, az is Polgár Tibor. Meg egy csomó minden más. Te ebben a hót komoly képzésben, ami folyhatott a Bartók Béla zeneművészetén és a Liszt Ferenc zeneművészetén, ott mit szóltak ahhoz, hogy te azért kikacsingatsz a... Hát a... Ez a, ugye a Zeneakadémián kezdett inkább kijönni ez a kikacsintás. Negyedikes voltam zeneszerzés hallgató, amikor a Táncdal Fesztiválon az egyik számon ment. És ne beszélj, melyik volt az? Kovács Kati énekelte, és az volt a cím, hogy Szerelemben soha nincsen igazság. És be is került a döntőbe, és tanárom kis szomorúsággal vette tudomásul, hogy miközben nem igazán írom meg azokat a darabokat, amiket kellene, azokat a komoly, esetleg kortárs vagy hasonló darabokat, akkor ilyeneket írok. De hát... De mondjuk rosszabb osztályzatot is kaptál, vagy ennyire nem? Nem kaptam rosszabb osztályzatot. Ez nem számított be. Van egy dolog, ami nagyon érdekel. Te azért majdnem az a nemzedék vagy, mint én. Tehát 4 év van köztünk, az nem számít. És az én nemzedékem a 60-as években megőrült. Beatles, Rolling Stones. Aha. Ez a rockzene téged érintetlenül hagyott? Hát, hogy is volt ez? Ja, régen volt. Szerettem a Beatles-t. Meg a... De miért nem csatlakoztál egy rockzenekarhoz, mint billentyűs játékos? Azt hiszem, hogy természetemtől idegen volt. Ez nem voltam igazán csapatember. Úgy hajlamosabb voltam inkább az elvonulásra, vagy fene tudja, vagy inkább pingpong edzésre jártam, nem is tudom. Ezek így együtt. Sokat pingpongoztam. És mennyire jutottál a pingpongban? Hát nem, sose voltam egy nagy játékos, de azért nyertem főiskolai bajnokságot 22 éves koromban, de nem egy nagyon erős mezőnybe, hozzá kell tenni. Szerény ember. Igen. Mindent, amit mondasz, és dicsekvésnek hat visszavonsz. Na jó, nem baj. Nem, ebből azt hinné valaki, hogy akkor ez egy komoly teljesítmény. Még a végén azt hinnék, hogy... Hogy nagyon tudok játszani. Igen. De most is versenyzek különben. Tényleg? Igen. Milyen színekben? MTK. Ne beszélj. MTK öreg fiúk, vagy mi? Nem az öreg fiúk között. A rendes MTK? Hát vannak ott idősebbek, fiatalabbak, sokszor megverek ilyen 20 éveseket is, mérgesek is rám. Tehát rendes, oficiális versenyen megvesz? Igen, rendes, Budapest 1A nevezetű osztályban. Mindig jobban szerettem pingpongozni, mint bármi mást csinálni. Ezzel nagyon meglepsz engem. Tehát a kinézeted, talán nem sértelek meg, a tohonya értelmiségi. Hogy rosszul mondom? Tehát nem úgy néz ki, mint aki odaáll és szerva itt csere ott. Nem is tartom magam olyan nagyon értelmiséginek, úgyhogy de mondjuk én azért mondjuk azt, hogy az vagyok. Hát nézd, a lexikon, nem, Kiki csodában azt írtad, hogy hobbid, asztali tenisz, fejszámolás. Igen. Ez ugye erősen meglepett, de azóta felkészültem, tehát most hát tudom, hogy miről van szó. De azt nem gondoltam, hogy a... Tehát én úgy képzeltem, hogy mint mi a Szigligeti Alkotóházban pötyögtetünk. Ezzel nagyon meglepsz, hogy ilyen komoly. Hát viszonylag komoly. Mondjuk ahhoz képest, aki egyáltalán nem tud, nagyon-nagyon tudok. Tudod, ez nagyon viszonylagos dolog. Értem. Tudod, én úgy látom a te... karrieredet, hogy 3 foglalkozásban jeleskedtél. Az egyik foglalkozás az a
te azt szereted, hogy zongorista, ám bátor zongoraművésznek mondanám én. Itt megállok. Miért jobb a zongorista? Azért, mert a zongoramű, egyrészt nem vagyok zongoraművész, mert abban az értelemben, aki elvégezte a Zeneakadémiát és pódiumra kilép, és tudom én, Chopin etüdjeit, és nem tudom miket játszik. Egy olyan te is elvégezted a Zeneakadémiát? A zeneszerzés szakon. Tehát ott a zongora az melléktanszak. Másrészt van egy kis nagyképűség is ebben, hogy zongoraművész. Harmadsorban én a zongoristát, ami egy kicsit megvetett szó, van benne valami pejoratív, hogy csak egy zongorista, én azt érzem leginkább. Sőt, talán azt mondhatnám neked, hogy zongorázó ember. Ez vagyok én. Nem tudom, homo klimperus, vagy minek lehetne esetleg nevezni. Találj ki valami jót nekem. Dolgozni fogok ezen a problémát. Szóval olyan ember vagyok, aki zongorázik. És pingpongozik. Igen. Mint hogy vannak bizonyos állatok, akik nem mit tudom én, mit csinálnak, hogy fölmászik a nem tudom hova, és akkor kiszedi a nem tudom, én meg zongorázok. Szóval ez valahogy, de nem vagyok zongoraművész. Jó, rendben van. A második foglalkozásodnak azt látom, hogy színpadi alkalmazott zeneszerző vagy. Tehát az alkalmazottat, mint az alkalmazott tudomány, ilyen értelemben használnám. Igen. És a harmadik pedig, hogy filmhez készítesz szintén alkalmazott zenét. A filmzene az az, hogy bemegy az ember a moziba, szerintem az átlag néző azt se tudja, hogy ki rendezte, és egy kicsit se érdekli. Elmegyünk, megnézzük a Töröcsik Marit, szóval valahogy ez. Hát az, hogy ki írta, de ezt nem panaszkép mondom, de megjegyezném, hogy egyszer egy novellámból készült egy film, Ámbár tanár úr volt a címe, nem én írtam a forgatókönyvet, elhatárolom magam. Az a te novellád volt? A novella. Ja. Forgatókönyvet szerzettem Mag Károly és Koltai Róbert. Igen. És hát én ugyan nem ismertem rá a novellára, de mindegy, sírva mentem a pénztárba, tehát ismered ezt az érzést. De azt nem tudtam, láttam ezt a filmet, nem mentem el a bemutatóra óvatosan, de megkaptam DVD-n, és hát így megnéztem. De én azt nem tudtam, csak most jöttem rá, hogy te szerzetted. Azt te nem tudtad? Nem. Na de én se tudtam, az kvittek vagyunk, én nem tudtam, hogy a te novelládból van. Látod, ilyen a mi foglalkozás. Ez nem baj. Egyébként én nagyon jól emlékszem, ne arra, hogy ez most ide kívánkozik. Egyszer a filmgyárban a Fábri nevű nagyon nagy rendező, akit én nagyon tiszteltem, egy Balázs József nevű kollega regényéből készített filmet. És épp a plakát elfogadásnál voltunk. Mindig a filmrendező az nagy diktátor, mindent. És ott próbálta a film plakátját, csinálnak két plakáttervet, és azt mondja a Fábri a tervezőnek, aki egy neves képzőművész volt, hogy gyerekek. Azért a Balázs József nevét valahogy oda kell írni a plakátra. Az volt az író. A zeneszerzőért nem állt ki. Na mindegy, ez tényleg, azt hiszem ez nem egy nagy probléma egyikünknek se. Ami azonban mégis érdekel, hogy te a három foglalkozás közül, ugye arányokban melyiket tartod neked a legfontosabbnak? Én tulajdonképpen azt, hogy színházi szerző és filmzeneszerző, mert akkor azt is mondhatnám, hogy töménytelen mennyiségű rádiójátékhoz szereztem zenét, úgyhogy az is meg tévéjátékokhoz. Tehát, hogy egyáltalán színpadi, ezt is színpadnak lehet fölfogni. Vagy mondjuk azt lehet mondani, hogy valamilyen történethez vagy meséhez íródott. Hát, de a színpadi zenéidben elég gyakran részt veszel, tehát nem csak megszerzed, hanem valahol ott ülsz, és míg a filmzenét, vagy tévé, vagy rádió, ez egyszer felveszik, viszontlátásra. Hát az igaz, az egyik él, a másik meg szallagon van. De hogy melyiket szeretem? Hát nem, melyiket tartod a legjellemzőbbnek, legfontosabbnak? Hát én azt hiszem, hogy a színházat. Színházat? És főleg az élő dolgot, tehát azt, hogy most valami történik. És a zenélésnek, a pillanatnyi zenélésnek, tehát hogy valaki mondjuk csépel egy ilyen billentyűzetet, és az rögtön megszólal, van valami olyan különleges hatás, ami szinte az extázisba tudja kergetni az embert, hogy jé, hát ez szól, és ez egészen más dolog, mint amikor nem szól. Hát igen, bár a legfurcsább az, hogy zenészek szerint, ha elmegyünk a Zeneakadémiára, és ott átélünk egy Beethoven szimfóniát, az nem is hasonlítható ahhoz, mintha otthon feltesszük, annak dacára, hogy otthon csúcsminőségben fog szólni, és hibátlanul, többször fölvetből összekeverve vagy összevágva, míg a Zeneakadémián, ha mellé üt a zongorista, hát akkor mellé ütött. Aha. Hát ez mind a kettőben van jó, hogyha Glenn Gouldot meg akarom hallgatni, akkor nem tudok elmenni a Zeneakadémiára. Hát akkor alig, ha. Pláne, hogy meghalt, jó régen. Igen. Na mindegy,
oda mennék akkor, hogy nagyon sok íróhoz kapcsolódtál zenével. Ezek a magyar irodalom legjobbjai. Igazán jellegzetesen mondanám Parti Nagy Lajost, de mondhatnám a magyar írók bármelyikét, vagy nagyon sokat. Igen. Tényleg nincs itt idő, hogy felolvassam szerteágazó működésedet. Igen. Te az irodalomhoz hogyan kapcsolódsz? Tehát mondjuk azt mondják, hogy írjál egy zenét egy neves magyar író darabjához, hát ha fölteszem, elolvasod. De ezentúl mit csinálsz? Tehát súlyt helyezel-e arra, hogy megismerkedj a munkásságával, vagy rögtön odaülsz, hogy kezded el? Hát végül is nekem elég, hogyha azt a darabot megismerem. Persze attól még olvashatok az illetőtől mást is. De már így is tényleg az van, hogy egy csomó mindent úgy ismertem meg, hogy zenét kellett hozzá csinálni. És akkor így Shakespeare és Molière-en keresztül tulajdonképpen a fél dráma irodalomhoz csináltam már zenét, és akkor így ezeket a dolgokat megismerem. Na jó, de vegyünk egy konkrét példát. Tehát mondjuk jön egy Parti Nagy darab, akkor fölhív a rendező, és azt mondja, hogy Darvas úr, kéne az Ibusár című darabhoz egy zene. Akkor te erre mit mondasz? Megcsinálom, persze. Na de várjál, nem mondod, hogy lássam előbb? Nem, nem. Ez rádiójátéknak indult, ezelőtt azt hiszem 12 évvel szóltak nekem a rádióba, hogy ez lesz, csinálunk egy rádiójátékot, szereposztás, minden, olvasópróba, megkaptam a darabot, és akkor elkezdtem kitalálgatni ezeket a zenéket, megcsináltam egy 10 tagú zenekarra, volt egy kis vitám, mert hogy 9-et akartak, de én mondtam, hogy muszáj, hogy 10 anyagi legyen. Anyagi szempontból akartak 9-et? Hogy elég lenne 9, és akkor én bebizonyítottam pontról pontra, hogy ha egyet kihagyunk, akkor ez meg az nem megoldható. És végül elértem, sikerem lett, és meglett a 10 hangszer, és akkor ezt megcsináltam, és utána indult el egy diadalmas útjára ez a mű. Ez egy rádiójáték volt, és akkor előadták Debrecenben, akkor a Színművészeti Főiskolán, akkor Kecskeméten, ott már nagy zenekarral, akkor nem is tudom felsorolni, Lengyelországban, Németországban, akkor egy spanyol gimnáziumban egy itt tanuló spanyol diák megrendezte spanyolul például az Ibusárt. Jó, de mégis egy picit részletezd ezt. Tehát jön egy darab, elolvasod, és ugye akkor végtelen számú hangszer is eszedbe juthat, meg eszedbe juthat az is, hogy egy ember egy furuján játszon. Uh-huh. Hogy döntöd el? Mert bármelyik darabnál lehetne így is, úgy is. Színházban egyszerűbb a helyzet, mert pláne mostanában egyre kevesebb hangszerre van pénz, gyakran csak egy 100 zongorára. Vagy mondjuk, mondják előre, hogy Darvas úr, kérem, egy zongorában gondolkozzék. Van olyan, hogy egy zongora, meg egy harmonika, vagy szóval, hogy tehát van egy bizonyos meghatározottság, anyagi, gazdasági része a dolognak. Akkor beszéljünk filmről, mert ott nincs, ott mindig nagy a büdzsé. Tehát hogy döntöd el, hogy egy háromtagú kombó játszékot, vagy a operaház zenekara? Ott is azért most már egy kicsit úgy van, hogy régebben a szocialista filmgyártásnál még ott voltak nekem igazából ilyen 40 tagú zenekaraim, amikre lehetett dolgozni. És aztán az úgy szép lassan elkezdett apadni. Aztán volt olyan, hogy 10-12 hangszer, meg ilyesmi. Tehát az a fajta nagy zenekar, ami a Bereményi filmeknél, ahol 3 Bereményi film volt, mindegyiknek az volt a specialitása, hogy az Eperjes meghalta a film végén, amire nekem muszáj volt, és a gyártásvezető belátta az érveim súlya alatt összeroppant, hogy nem halhat meg az Eperjes holmi pár cincogó hangszere. Tehát ott meg kellett szólalni egy vonós karnak. Bárne, hogy Kossuth Díjas, tehát azért vigyázni. Igen, szóval, és aztán utána tulajdonképpen Több filmet nem is csináltam a Gézának. Tehát pont a rendszerváltás és idején Eperjes megállt ez a dolog. Tehát a legnagyobb baj. Értem én ezt. Ez nagyon vicces, amit mondasz, álmomban nem gondoltam, hogy egy zeneszerzőnek az a dolga, hogy haláleset kapcsán vitát folytasson. Hát óriási drámai effektusnak kell ott megszólalni. Hát azt nem lehet, hogy ne. Vagy ne szóljon semmi, azt is lehet. Tudom, de azért mondd el a 3 film címet. Ez első volt a Tanítványok, második az Eldorado, és a harmadik a Turné. Én az nem annyira ismert, de én azt is nagyon szeretem, nekem szívem hát ez közel áll. Mondjuk az Eldorado lett a leghíresebb.
Igen, mert az díjat is, azzal díjat nyert a Géza, és akkor én is így kikerültem, mint én is nevezve voltam a zeneszerzők között. De nem kaptam semmit. Hát ezt nagy fájdalommal hallom. Na most arról szeretnék például egy kicsit beszélgetni, hogy már az interneten is szóvá teszik, hogy a te jellegzetes ruházatod, az mindig egy fehér ing, ez látom megvan, mindig egy sötét nadrág és egy tornacipő. Igen, de ez már sajnos a múlté. Már nem hordok tornacipőt. Hát én tornacipőnek mondtam volna így innen. És a kérdés az, hogy a tornacipő a pingpong miatt van, vagy ettől függ? Tehát ha véletlenül lenne itt egy asztal, fölugorhass, vagy nem? A tornacipő az azért kellett, de az tényleg egy ilyen klasszikus tornacipő volt, az, amit dorkónak is neveznek, mert állandóan szaladok az utcán, most is egyébként. Tényleg? És hova szaladsz, ha meg nem sértem? Össze-vissza. Tehát gyakorlatilag sportnak fogom föl az utcán való futást. Tehát azt a benyomást keltem, mint egy siető ember, aki valahova rohan, mert dolga van. Valójában nem azért rohanok, hanem azért rohanok, mert imádok a városba futkározni, és én ezt egy sportnak fogom fel. És ehhez kellett a tornacipő, mert normális bőrcipőben nem nagyon lehet futni, az lehúzza az ember lábát. Úgyhogy hát valahogy így alakult ki a tornacipő. Tehát ha te futsz a troli után, egyáltalán nem kell azt neked elérni. Nem is biztos, hogy akarok a trollival menni, hanem azt a három megállót bárhova elfutok pillanatok alatt. Sőt, gyorsabb vagyok, mint ebben a csúcsforgalomban, gyorsabb is vagyok, mint ezek a vacak járművek. Te is, ha véletlenül nem egyedül vagy, hanem egy hozzátartozóddal, akkor is? Akkor nem, akkor rendesen elkezdek menni, és akkor az nehezebben is megy nekem. Például a járástól, az utcán járástól megfájdul a lábam. És a futástól nem. Ellenben egy maratoni táv direkt jót tesz. Igen, valami érdekes dolog van ebben, hogy ha aki megy, az olyan statikus dolog a menés. Ha fél órát járkálok, megfájdul a lábam. Ha ugyanannyit szalad, hát nem nagy futásról van szó, ez amit olyan kocogásszerű dolog. Futólépésben megyek, na ez az igazság. Ha elfáradok, megállok. És elfáradok? Hát időnként igen. És akkor újra kezdem. Őrült szórakoztató lehetsz. Igen. Azért vicces, mert elég hosszan azonos kerületben laktunk. Sose láttalak futni. Nem láttál? Nem. Hát lehet, hogy olyan gyorsan mentem, hogy nem. Már nem értem. Igen, mire észrevettél volna, már túl voltam. Tudod, a Várkonyi Zoltánról van az adoma, hogy színművészetén várnak a felvételizők, és egy kisfiúnak mutatja az anyja, hogy nézd, ott jön a Várkonyi Zoltán. A kisfiú melyik? Amelyik ott megy. Mert ő is futott, de ő nem azért, mint te, hanem hát bokros teendői. Tehát ő nem volt, például a tornacipőt sem láttam rajta. Igen. Soha. Na mindegy, de mondjuk a tornacipőt megértettem, de mi van a fehér inggel? Az valahogy kialakult, hogy fehér ing, ez körülbelül 20-21 néhány éve van, és azóta nem tudok szabadulni ettől a dologtól. Tehát azt érzem, hogy annyira hozzám nőtt a fehér ing, hogy és minél tovább több idő telik el, annál kevésbé lehet ettől a dologtól. Ha most fölvennék egy ilyen csíkos frottír, vagy nem tudom, kockás inget, én magam is megdöbbennék, de a környezetem borzasztóan. Azonnal azt gondolnák, hogy valami nagyon nagy baj van. Te és akkor reggel odamész a szekrényhez, kinyitod, ott lóg 20 fehér ing, azt mondod, várjunk, ma ezt. Az nem úgy megy. A kedvesem oda teszi az újonnan kivasolt fehér inget, amikor már úgy látja, hogy ezt már nem kéne. Én szerintem még kéne, akkor van egy kis vita. Vigyázzol a holmidra. Van egy kis közelharc, és utána ő nyer. Értem. Na, azt hiszem, a ruházkodásodat megbeszéltük. Bár nem mondtad meg, hogy mit akarsz a fehérrel kifejezni. Ugye én alkalmi lélektani szakemberként azt mondanám, hogy ártatlanságodat hangsúlyozod. Nem hiszem. Ugye, inkább azt gondolom, hogy az van benne, hogy tagadása egy csomó mindenfélének. Tehát attól, hogy egy sima fehér vagy sima fekete ing, az százféle olyan ing van, ami az nem. Tehát, hogy ez valami egészen más, és valami nagyon egységes és nagyon egyszerű. De hát próbáld megfogalmazni, mit tagadsz a fehér inggel? Hát tagadom azt a nagyon sokféleséget, ami van ingekben. Hát ha elgondolom, hogy hányféle ing van, és milyen mintákkal, akkor sokkal-sokkal több, mint ez az egy fehér ing. Tehát te a változatosság gyönyörködtet című mondással nem értesz egyet? Hát
Igen, szóval minek amikor ez is elég, ez is jó. Nem akarsz feltűnést kelteni? Igen, az igazság az, hogy ezzel sokkal nagyobbat keltek, persze. De nem ez volt a cél? Talán nem. Most igazi feltűnést most fogsz kelteni, ugyanis mikor készültem a veled való interjúra, internet, lexikonok, meg hát ugye mindig úgy készülök, hogy hanyat dőlök, és elgondolom, honnan ismerem, mit tudok róla, és mindig kiderül, hogy sok helyről ismerem, és elég sokat tudok róla. De te voltál olyan kedves, felhívtál telefonon, hogy ne küldjél le magadról egy anyagot, ilyenkor mindig azt mondom, hogy igen. Küldtél egy anyagot, ebből most felolvasok egy mondatot. Bármely kétjegyű szám negyedik hatványát megmondom. Ez igaz? Ez igaz. Most gyöngébb matematikusok, mint én, kedvére elmondom, hogy az, tehát azt jelenti, hogy mondjuk 66 a negyediken, és előzetesen beszélgettünk, azt úgy kell kiszámolni, egy ilyen kis számológéppel, hogyan beütjük a keresett számot, utána a szorzási jelet, majd háromszor az egyenlőség jelet. Ez a leggyorsabb, de lehet ez bonyolultabban is. Na, most én nem vállalkozom erre, de van 4 darab számológép, és megkérdezem, hogy ez is van-e matematikus a teremben? Mázlid van, meg az nincs. Most akkor bekapcsolom, és odaadom, aki erre kivállalkozik erre a játékra. Parancsoljon. Igen, valaki akar itten? Nem? Senki nem akar többet? Na jó, akkor kénytelen leszek én. De előre szólok, én el fogom rontani. Én olyan nagyon... Lehetőleg ne nullára végződött, mert az túl könnyű. Tehát az olyan, mint egy egyjegyű szám, csak egy nulla van mellett. Mondjuk akinél számológép van, mondjon egy kétjegyű számot. 34. Akkor beütjük azt, hogy 34, ugye? Szorzásjel, és 1, 2, 3. Megvan. Nekem megvan. 1.336.336. Nekem annyi jött. Érdekes, annyi? Érdekes szám. Igen? Jön benne sok ismétlés. Megmutatom valamit. Ja, látom, egy kamera veszi ezt már. Na, mondjuk csináljunk még egyet. Hát, ha vaktyúk is talál szemet, van. Vaktyúk is talál számot. Jó. Nem? Mondjon egy számot. 15. Az kicsi. Mondjon egy nagyobbat. De megmondom 95. Azért. 95. Jó. Tehát akkor csináljuk együtt. 95. Megnyomjuk a szorzásjelet. 1, 2, 3. Megvan nekem. 81.450.625. Hát a szavam eláll. Ez főleg azért áll el, mert előző házasságomban Pataki Ferenc fejszámoló művész volt az apusom. Tudom. Ezt a kunsztot, tudom. Ezt ő. Tudom. Na, mivel elég sokat beszélgettem, te hogy csinálod? Szakmai titok. Azért nem árulom el, mert kíváncsi vagyok, hogy ki mit tippel. Tudnék, az egyik ember azt mondja, hogy ezt nem lehet ilyen, hogy ezt kiszámolom, tehát valami algoritmus van, hogy... Másik meg azt mondja, hogy ilyen gyorsan nem lehet számolni, tehát én ezt nekem kéne tudnom kívülről, de nem lehet ennyi számot kívülről bemagolni. Én meg szeretem, hogyha ezen gondolkoznak és megpróbálják eldönteni. Hát én ezen sosem tudok gondolkozni, de visszaszerzem a számológépeidet minden esetre. De azt el tudom neked mesélni, hogy Pataki Ferenc azt állította, hogy ő úgy csinálja, hogy végtelen számsorokat lát, függőlegesen, és csak leolvassa valahogy a kereszteződést. Így csinálod? Ezt nem, de a másikat azt megint másképpen, ami... Na várjál, következőt olvasom, jön a másik. Azt írja, és négyjegyű számokat zongorán szorzok. Igen. Na most várjál, négyjegyű számot értem, de mivel szorzod? Egy másik négyjegyű számmal. Aha. Hát akkor menjünk csak a zongorához. Csak elfejtettem hozni egy darab papírt, meg egy tollat. Kaphatok valakitől? Hát a papírt azt már is tudom adni. Ja. Egy tollat. Kérünk a közönségtől tollat. Utána add vissza, mert azon vannak a jegyzeteim. Nagyon szépen köszönjük. Na gyere, akkor... oda megyünk. És tehát ugye az a feladat, igen. Az a feladat, hogy valaki mondjon két négyjegyű számot. Rögtön be is lehet ütni a számológépet. Ja, de akkor számológépet kéne nekik visszaadni. Jó. Kér egyet, ha már tollat adott, parancsoljon. Jó. Adhatok önnek is, vagy nem szereti ilyesmi foglalkozni? És önnek meg visszaadom, mert olyan kedvesen jelentkezett. Na, tehát valakinek kell mondania egy négyjegyű számot. És beütni? Önt megkérem, mondjon egy négyjegyű számot. Az két. Négyjegyű.
7215, és megtenné a hölgy, hogy mondaná egy másik négy jegyű számot. 3482. Jó számok. Tetszenek neked? Igen, jó. Hát akkor legyenek olyan kedvesek, akiknél van, összeszorozni. Neked ezt látni kell? Igen. Te azt ott fölállítod, az nem tudom. Jaj, itt van neki egy ilyen kis bigyója. Várjál, így? Ez így jó lesz. Tehát úgy van, hogy... Így jó lesz. Úgy van, hogy 7215. Szorozva 3482-vel. Hogy fogod ezt a zongorán, azt nem tudom. Mindjárt meglátjátok. Tehát azt mondja, hogy... És megvan. Hát persze tévedhetek, de én szerintem 25.122.630. A zongora milyen szerepet játszik? Hát az egyes billentyűk azok. A számsor, ugye van egy számsor, az lényegében az is egy skála, és ez is egy skála. Nagyon ronda ember vagyok, ha én azt tippelem, hogy csak az időt húzod, és valahogy kiszámolod? Ezt szokták feltételezni, de nem vagyok ennyire alattomos, hanem tulajdonképpen egyszerűen szükségem van a hangokra. Na, várjál, ha mondanak két négy jegyűt, és én becsukom a zongorát, akkor nem tudod kiszámolni? De. Ez olyan, mint a drót nélküli távíró, hogy dróttal is működik, meg annélkül is. Akkor elképzelem a billentyűket. Ja, és képzeletben nyomogatom. De muszáj elképzelnem. Tehát, ha közben nekem mutatnak mondjuk egy zongoristát, aki össze-vissza játszik, és közben még hallok is zenéket, akkor lehet, hogy nagyon, akkor már nehezebben megy, megzavar. Jó. Próbáljunk még egyet. Megkérném a kedves hölgyet, hogy mondjon két négy jegyű számot. 4829. És a Mohácsi vész. 1526. Ilyen gyászos számok választott. Hát oldjad meg. Közönség szava, Isten szava. Igen. A zene megdöbbentően hasonlatos lesz az előbbihez. Lévén, hogy ugyanaz a zenei modell az, amit állandóan variálok. Na nézzük csak, azt mondja, hogy... Mondhatom? Igen. 7.369.054. Nem tudom, hogy tegezhetlek-e a továbbiakban. Visszakérem megint a kis masináidat. Tulajdonképpen erre mikor jöttél rá? Ez... Hány éves korodban? Erre? Hát olyan 54 éves koromban jöttem. És dolgoztam semmi? Ki ezt a trükköt. De szóval ez egy trükk? Igen, igen. Hát akkor jöttem rá, hogy csináljam. De odáig is sokat játszottam. Tulajdonképpen én nagyon szeretek játszani, és a számokkal is játszadozom. Hát úgy fogom föl a
10 alapszámot, mint 10 üveggolyót, vagy 10 kockát, vagy nem tudom mit, amiket rakosgatok, és úgy kutyulok, hogy mit tudok belőlük kihozni. Te is, amikor így zongorázol otthon, akkor előfordult, hogy számokat látsz magad előtt? Vagy akkor nem? Nem. Egyáltalán szoktál úgy zongorázni, mint mondjuk én játszom a Dire Straits együttesben elég gyakran, fülhallgatóval. Én vagyok a szólógitáros. Tehát igen? Így szoktál otthon még jó kedvedből? Már mit? Hát, hogy csak úgy leülsz, zongorázom, mert szeretek. Igen, igen, szoktam, de azért az igazság, hogy nagyon erősen hat rám a társaság. Ez nem szép dolog, hogy magamtól nem indulok meg igazán. Tehát, hogyha valahol vagyok, van nálatok? Emberek közelsége és az emberek reagálása. Tehát ebből a szempontból hasonló vagyok, mint zongorista, mint a színész. De a színészről is nehéz elképzelni, hogy elkezdjen otthon a négy fal között monológokat, meg mindenféléket, és akkor semmi visszajelzést nem kap. És abban a pillanatban, hogy ott ül a közönség, most nem ilyen, ennyire nem azért, de valahol vagyok, és van egy pár ember, akinek ez tetszik, vagy látom rajtuk, hogy és rendszerint este vagy későn, tehát egy ilyen lokál hangulat van, akkor én nagyon be tudok indulni a zongorázásra. Szóval olyanok is vannak, hogy 4-5, akár 6 órán keresztül, szinte megállás nélkül mindenféléket játsz. Tehát ezek szerint, hogyha van nálam egy értelmiségi mulatság a házamban, és netán meghívlak, akkor előfordulhat, hogy gondoskodsz a szórakozásunkról. Na várjál csak, most nagyon most kutyaszorítóba kerültem, mert ha én ezt így folytatom, akkor teljesen az a benyomás lesz. Tehát itt most nekem kereskedelmi marketing szempontból is nagyon kell figyelnem, mert engem pénzért szoktak hívni zongorázni. Na most, ha kiderül, hogy ez a marha, ez imád zongorázni, és legszebben még ő fizetne azért, hogy zongorázik, akkor én becsukhatom. És ezt mondta, hogy csak ha ott van a vámos. Akkor lehúzhatom a redőnyt. Nem, azért nem mindig szeretek zongorázni, csak bizonyos körülmények között. Azt hiszem, mint marketing szakember elhelyezkedhetsz, tehát ez így teljesen jó. De azért tudod, a laikus, aki én vagyok, és valaha tanultam zongorázni, de ezt nem hoznám most itt elő, csak azt, hogy elég limitált számú billentyű van, és nem beszélve, hogy fekete milyen kevés van. Mert fehér, én szerintem te a fehér billentyűk közöltözöl, de mindegy. Tehát fehér meg a feketéhez is. Jó. Kivágtad magad, igazad? A cipő, zokni, igen. Igen. Mikroport is fekete. Látod, milyen rendesen hozzád idomult. Megjegyzem, mindig fekete. Szóval... Nézi a körmét, rémültem. Szóval... valahogy úgy gondolnám, hogy aki ennyit csinál valamit, az egyszer csak megunja. Sose untál zongorázni? Hangulat kérdése ez az egész igazából. Tehát a zongorázásban van valami elringató jellegű. Tehát, hogy az ember, mondjuk főleg az, amit én játszom, az ilyen valahol a könnyű zene, régi slágereket nagyon szívesen játszom, valahogy egy kis swing és a ragtime, és szóval ezeknek a meg a klasszikus zene, meg a Chopin, meg, tehát valahogy mindezeknek a keveréke, amit én játszom. Na most az ember játszik, akkor azért tényleg egy ilyen, most nem találom a jó kifejezést, ilyen elringató, van valami jó szó, hogy ilyenkor az ember saját magát narkotizálja, vagy nem tudom. Szóval van valami... Hát a Darvas nevű ember. Különleges, élvezetes dolog van abban, hogy lehet játszani, és szól az egész. Uh-huh. És néha egy picit úgy érzem magam ezzel, mint hogy vannak ilyen kutyák, amiken látom, hogy úgy a fogukkal nem tudnak mit kezdeni, és úgy szeretnének valakinek a lábikrájába, hogy bele. És hogy egy kicsit ilyenek az ujjaim is, hogy most mindjárt valami kéne játszani. Hát jó, de nem oda, én nem fogom beléd folytani ezt, mert minden elfolytás árt, betegséget okoz, de kitáltam egy pár dolgot, amivel még gyötörnélek most. Igen, igen. Az első dolog az, hogy egyszer egy színházban voltam vezetőféle, és az az elkeseredett ötletünk támadt, hogy néma filmeket kéne bemutatni, mert azt nem lehet látni sehol, és akkor rögtön valaki bedobta, hogy hát ha néma filmek, akkor jön a Darvas Feri, és játszon úgy, mint a néma film zongorista.
És akkor te jöttél, kaptál honoráriumot, de látszott, hogy nem az érdekel. Tehát ott egy igazi nézője volt a némafilmeknek, ő. A többiek úgy nézték, hát nem tetszett nekik annyira, mint nekem, de te valami őrült boldogan játszottad ezt. Igen. Ez miért van? Nem tudom, ez a jó dolog. Hát ez most megmagyarázta. De mégis nézed a némafilmet, azok nagyon egyszerűek. Tehát pasas üldözi a nőt, nő megbotlik. Ilyen. Na most az igazság, hogy én azt csinálom, nincs erre recept, hogy kell egy némafilmet kísérni. Senki nem mondta meg. Mert végül is, ha betesznek egy ilyen némafilm alá egy ilyen nagyon jó akkori, Jelly Roll Morton, vagy egy ilyen akkori zongoristát, tulajdonképpen majdnem mindig vannak nagyon jó szinkronpontok. Valaki épp akkor esik hasra, vagy mit tudom én, tehát nagyon jó dolgok vannak, és nagyon hangulatos. Én viszont nem tudom megállni azt, hogy ne illusztráljam le, ami történik. Nem tehát értem. Látom, mert nem csak abból áll ugye a némafilm, hogy valakit fenékbe rúgnak, meg hasra esik, meg mit tudom, ilyesmi, hanem pláne a Buster Keaton filmekben, Chaplinnél is, csomó minden történik, lélektani dolog. Látjuk, hogy most elbizonytalanodik, most örül, most még nem tudja, most titkol valamit. És én ezeket automatikusan mind jelezni próbálom. De nem azért, mert akarom, hanem egyszer nem tudom megállni, hogy ne, valamilyen módon ne reagálni. Mit szólnál, ha most rögtönöznék egy néma filmet, és megpróbálnád lekísérni? Következőt látjuk a Vásznon, hölgyeim és uraim. Megy a vonat. Igen. Vonaton szerelmes pár. Férfi nagyon csókolja a nőt. Nő azonban szeme sarkából a kupé túloldalában ülő nyalka huszárkapitányt nézi. Aha. Huszárkapitány visszanéz, és amikor a férj nem veszi észre, ujjaival cselekedni kezd. Ez a jelenet. Mit cselekszik? Bonyolult, Ferikén. Mondjuk, megfogja a nő mellét. Ja. De akkor azt csak észreveszik. Férfi nem. Férfi annyira szerelmes. Szerelmes férfi nem veszi ezt észre. Ez csak egy kis bevezetés. Megy a vonat. Nem, ez még csak az, hogy bemutat Paramount Pictures, stb. Kapitány, ugye? Igen. Bonyodalom. Ez a vonatnak a... És most még mit történik? Azt hiszem, a vonat kisiklik. Remek. Azt hiszem, le kéne forgatni ezt. De csak azért, hogy te... Hát lehet, hogy mélyebben is ki lehetne bontani, csak akkor nagyon pontosan forgatókönyv szerint, hogy most akkor ez meg az. Az legközelebb lesz. Még a forgatókönyv nincs kész, hanem... Akkor kérdezek tőled mást. Szerintem a művészet legfontosabb eleme a jellemábrázolás. Mondjuk tudnál embert jellemábrázolni zongorával? Elképzelhető. A legegyszerűbb akkor lenne, ha híres színészt mondanék, és akkor te jellemábrázolnád. Ugye a mai este bezárásaképpen teljesen világos, hogy először azt mondom neked, hogy Darvas Iván. Uh-huh. Hát vagy sikerül, vagy nem. Nem könnyű dolog. Ez mindennel így van.
ez jött ki, nem tudom, hogy mennyire igaz. Hát amennyire a Darvas Ivánt ismerem, ez eléggé stimmel. Nem teljesen idegen. Vegyünk egy fiatalabb nemzedékből származó nőt, mondjuk, ha jól elképzelnéd Hernádi Juditot, mit kapunk? Ez jött ki. Én csak arra kérlek, hogy amikor ilyen remeket játsz, utána ne szabadkozz. Uh-huh. Hát, ha tetszik nekünk. Ne, az egy kis álszerénység nem tesz rosszat a dolgnak. Mert hirtelen egy rendkívül emberpróbáló ötletem támadt, és nem bírom visszafojtani. Mit játszanál rólam? Ez most látom, hogy ez nagyon veszélyes műfaj, mert időnként a becsületsértést tudja súrolni. Én nem sértődöm meg, bár megjegyzem, hogy azt hittem, hogy olyan lassú lesz, hogy végig se tudjuk hallgatni, de értem. Na figyelj ide, még kegyetlenebb utolsó feladatot találtam ki neked. És ezt ne a bosszú jelének tekints, nekem nagyon tetszett, bár ilyen volnék. Az utolsó modellt úgy hívják, hogy Darvas Ferenc. Enyhén elfogult önmagában. Kérem szépen, Darvas Ferencet hallották, és most föl fogunk állni, és meg fogunk hajolni, de ha szépen megkérik, egy pár órát még zongorázik. Darvas Ferenc. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm neked.